Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy 2012. július 22-én történelmi pillanatokat élt meg az a közel 80 ember, akik jelen voltak a Bocskai Korona, a Nánási helyi pénz hivatalos forgalomba helyezésének ünnepségén. A helyi pénz fogalmával, valljuk be, nagyon sokan még nincsenek tisztában, sokan nem is hallottak róla, pedig, mint ismeretes, világszerte 5000 helyi pénz van forgalomban. Hajdunánás a hazai piacon az úttörők közt van, hiszen a soproni kék frank és a balatoni korona után harmadikként vállalkozott arra, hogy megalkotja és bevezeti a hajdunánási bocskai koronát. A polgármesteri hivatal dísztermébe helyi vállalkozók, neves gazdasági szakemberek, érdeklődők gyülekeztek vasárnap kora délután. Szólát Tibor polgármester úr köszöntőjében emlékezett arra a néhány évvel ezelőtti történésre, ahol először találkozott a helyi pénz fogalmával és Varga István tanár úrral. Azóta sok víz lefolyt már a keleti főcsatornán, és a gondolat megszületését tett követte, mára sok helyi vállalkozó megértette, elfogadta a korona lényegét. Én magam részéről azt látom, hogy van egyfajta olyan konszenzus most a városban, ha ebben a témában is, amely szerintem példaértékű, és mondjuk ezért voltak itt a Dunántúrtól, a Szigetmonostorig, vagy éppen a Csepel-szigetéről emberek, mert valami olyat szerettek volna itt látni, amit ők ott nem tudtak a maguk környezetében megnézni. Szóval büszkék lehetünk arra, hogy ez a pillanat elérkezett. Ez nyilván egy dátum, ami valamikor majd reményeink szerint tényleg egy történelmi pillanat, hogy azokon a lapokon, ahol a város történetét jegyzik, ott biztosan legalább egy bejegyzés lesz, hogy volt egy ilyen gyakorlatnak az elindítása. De emellett nyilvánvalóan ez egy identitáserősítő folyamatnak a kezdete, hogyha csak ennyi haszna lenne, ez is fontos, hiszen valljuk őszintén, néha elgyengülünk ezekbe a gondolatokba, vagy legalábbis én látom, hogy sokan, pedig ez egy fontos kérdés, hogy legyünk büszkék arra, hogy honnan jövünk, és a hajdúság az tipikusan olyan hely, ezt nekünk a hajdúságon belülről nézni nagyon nehéz, de nagyon sok olyan emberrel találkozok, aki kívülről nézi ezt, vagy innen elszármazva nézi a hajdúságot, és azt mondják, hogy van valami olyan többlet itt a hajdúságban, tartásilag és morálisan is, talán még a világhoz viszonyítva, amire ők jó érzéssel néznek. Én azt helyesnek tartom, hogy ezt ápoljuk, őrizzük, és gyakorlatilag bocskai kultuszát, azt a történelmi hagyatékot, amit ránk hagyott, azt pedig szerintem vinni kell tovább. Ebben szerintem most jó úton járunk több szempontból is, és ebben a bocskai korona az egy kézzelfogható jel. Gyakorlatilag, ha valaki kézbe fogja, nyilván itt a hajdúságban nem kell magyarázni szerintem senkinek se, hogy ki volt Bocskai István, de aki mondjuk ezt elviszi magával emlékbe, és valaha a kezébe kerül, és lehet, hogy pont ez a címlet fogja elindítani, hogy utána néz mondjuk a lexikon, hogy ki volt Bocskai István, talán megidézi a történelmi hagyatékát, és azok a gondolatok, amit ő itt hagyott számunkra, ez lehet, hogy így válik egy picit élőbbé. Nyilván ez a morális vagy a lelki része, és emellett nyilván ez egy pénzhelyettesítő eszköz, ennek gazdasági haszna is kell, hogy legyen a használóinak is, és azok is, akik elfogadó helyként meg gyakorlatilag használják ezt a pénzt. Én azt gondolom, hogy ez a kettő tud találkozni, már pedig reményeink szerint igen, akkor ez akár egy rövid idő belül is belátható haszonnal fog járni a város gazdaság életében is. Szólát Tibor polgármester úr köszöntője után dr. Horváth Tibor, a Bocskai Korona program vezetője tájékoztatta röviden a vendégeket a korona létrejöttéről, arról a szakmai és marketing munkáról, amelynek eredményeként kézzelfoghatóvá vált a mi helyi pénzünk, és amelyből egy teljes sorozatot adott át bekeretezve polgármester úrnak. A délután legnagyobb eseménye kétségtelenül az elfogadóhelyi szerződések aláírása és a korona jegyzése volt. Az első és ünnepélyes alkalommal 17 vállalkozás, illetve egyéni vállalkozó írta alá a szerződést, és jegyzett jelentős mennyiségű koronát.
A meghívott vendégek között ott volt Varga István közgazdász is, a helyi pénz magyarországi apostola, a Magyar Adófizetők Országos Szövetségének alelnöke, aki köszöntőjében többek között arról beszélt, hogy a mostani zűrzavaros globális világban egyre inkább felértékelődik a helyi pénzek szerepe. Úgy tűnik, igen. És nem azért, mert majd a helyi pénz megcsinálja a jobb létünket és a gazdaság érdekviszonyaiban valamilyen újdonságot hoz. Nem. Egyszerűen azért, mert a világ, ahogy most magát mutatja, egyre inkább ez a globális őrület, ez kezd kifulladni, és az emberek egyre inkább látják, hogy helyben kell megtalálni a boldogulásokat és a boldogságokat. Ez pedig nem megy úgy, hogy mindenki a másik farkasaként egymást marja, mert ugye erre tanítottak most bennünket az elmúlt 20 évben, hogy a verseny az majd mindent megold, és attól leszünk hatékonyak. Látjuk annak a korlátait. Tulajdonképpen nekünk most már nem szabad hagyni sem magunkat kívülről becsapni, sem magunkat ne csapjuk be az elmúlt években összegyűjtött mítoszokkal, hanem ismerjük föl, hogy helyben élünk, helyben kell megtalálni a boldogságunkat, és az pedig akkor van, hogyha mi adjuk a boldogságot valaki másnak a közelünkben, és ő adja nekünk. Ezt pedig csak akkor tehetjük meg, hogyha az egymás közötti csere, vagy ahogy tetszik, munkavégzés, az tisztességgel, jó érzéssel történik. Na, ezt a jó érzést kelti a bocskai korona. Az első magyarországi helyi pénz a soproni kék frank volt, amelyet a Hami Összefogunk Európai Szövetkezet hozott létre, és amelynek képviselője, Per Kovács Tamás úr, szintén megtisztelte jelenlétével rendezvényünket. Ő szintén az összefogásról, a hitről, a bizalomról, az egymás iránti tiszteletről szólt, ami újszerű gondolkodást követel a használóktól. A pénz a csereeszköz, akármennyire hihetetlen, azok érdekeit szolgálják, akik ezt kibocsátják. Annak idején, amikor Kossuth Lajosnak a bankói fedezetét képező arany fedezetet ellopták, akkor utána még évekig működött ez a pénz, és igazából egy igazi Kossuth-hű, a szabadságharc mellett hű polgár használta is, a bakkorszakban ugye üldözték is. Tehát egy csereeszköznek, mint a bocskai koronának vagy a kék franknak, nem a fedezet adja az igazi erejét, hanem az a bizalom, az a hit, amivel tudjuk, hogy elcserélhető egy másik árura, másik szolgáltatásra. Míg a forint esetében, hogyha figyeljük a híreket, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy ez, hogy finoman fejezzem ki magamat, mert talán ki fogok kapni érte, nem mindig hazánk érdekeit szolgálja. Ez a bocskai korona, ugyanúgy, mint nálunk a nyugati végeken a kék frank, a helyiek érdekeit fogja szolgálni. Most fel lehet tenni a kérdést, hogy miért. Hát egyrészt azért, mert ennek a helyi pénznek az elfogadói köre olyan, a tulajdonosok és a város jóvoltából, ami a helyi gazdaság fellendítését célozza. Nem azért, mert nem szereti az úgymond nem helyieket, hanem ennek az a szerepe, hogy a helyi gazdaságot erősítse. Hogyha több tranzakció bonyolódik le a helyi szereplők között, akkor az élénkíteni fogja ennek a gazdaságnak az erejét. És mindenféle közgazdasági hókusz-pókusz nélkül a bocskai koronát nem lesz majd érdemes betenni a párna alá, vagy éppen valami betétbe elhelyezni, vagy éppen valami, nem is tudom, valami részvénybe, értékpapírba, mert hogy úgy mondjam, ez nem fog fialni. Semmi másra nem jó, csak arra, hogy egy más árut, más szolgáltatást cseréljek érte. Ebből pedig az következik, hogy gyorsabban fog forogni, mint az a pénz, az a csereeszköz, amit pedig, legyünk őszinték, néha mi is kivonunk a forgalomból, mert betesszük mondjuk valamilyen betétbe. De akkor nem gondolunk arra, hogy megakasztjuk a gazdaságnak a működését. Akik jelen voltak ezen a napon a hajdunánási polgármesteri hivatal dísztermében, azok hisznek a koronában, megértették az üzenetét, bíznak jótékony hatásában. Az önkormányzat által benyújtott KEO pályázat keretein belül zajlik a Bocskai István Általános Iskola Polgári Úti Intézményegységének a felújítása. A pályázat lényege tulajdonképpen az épület energetikai felújítása, ami magában foglalja a
homlokzati és a tetőfödém szigetelését, illetve az elektromos vezeték teljes cseréjét és a lámpatestek energiatakarékos lámpatestekre való kicserélését, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését. Az elektromos rendszer cseréje és az energiatakarékos izzó cseréjéhez hozzátartozik még, hogy megújuló energiaforrás fogunk ezután felhasználni, hiszen az épület polgári úti tetőzetére napelemek lesznek felszerelve, illetve a fűtésrendszer is megújuló energia segítségével lesz felfűtve, ugyanis a pelletkazán fogja üzemeltetni a fűtési rendszerünket. A tanév befejeztével a felújítási munkálatok előkészítése zajlott, mely leginkább a helyiségek kiürítését jelentette. Iskola dolgozói, illetve hát a pedagógusok a tantermüket kiürítették, természetesen a dekorációt leszették, a szekrényeket kiürítették, illetve a GEI munkatársai nagy segítséget nyújtottak abban, hogy az épület tetőterében raktározott dolgokat, tárgyakat, eszközöket kiürítsék, ugyanis a tetőfödém szigeteléséhez ez is elengedhetetlenül szükséges volt. Így a kivitelezőnek július elején sikerült is megkezdeni a munkát. Nyertes pályázó, a Nyakép Kft. Július 2-án kezdte meg a munkálatokat. Bár a felújítást teljes körű műszaki felmérés előzte meg, azonban akadtak váratlan hibák és időközben felmerülő javítások. A pályázati tervben eredetileg a homlokzati és a tetőfödém szigetelése, a nyílászárók cseréje, illetve egy új kazán beépítése szerepelt, valamint a radiátorokra egy termosztatikus szabályozó szelep felszerelése szerepelt. Ugyanakkor, amikor a radiátorokat leszerelték, akkor döbbentünk rá, illetve akkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a jelenlegi radiátorok nagyon elavultak, mechanikailag sérültek, ezért szükség volt a radiátorok cseréjére is, és ezt a cserét a képviselőtestület határozata alapján sikerült megvalósítani. Illetve a pályázati kiírásban, illetve a tervben az szerepelt, hogy az épületen belül úgynevezett javítófestést kell végezni, de a munkálatok során a falak oly mértékben sérültek, hogy ez a javítófestés nem lett volna ideális, és a GEI munkatársai az épület belsejét teljesen kifestik. Mindezeken kívül az egyes tantermekben is oly mértékben elavult és rongálódott a parkettaburkolat, hogy ennek javítása is szükségessé válik. A parketták javítását, csiszolását és festését a GEI munkatársai végzik. Az előkészítés és a felújítás is folyamatos műszaki ellenőrzés és egyeztetés mellett folyik. Rendszeresen van egyfajta egyeztetés, értekezlet a kivitelező Nyakép Kft. Munkatársai, a műszaki ellenőr és az önkormányzat részéről Kisné Barta Piroska, aki tulajdonképpen ennek a projektnek a menedzsere, és jó magam veszünk részt ezeken az egyeztetéseken. Itt ezeken az értekezleteken tulajdonképpen arról beszélünk, azt beszéljük meg, hogy az elvégzett munkát sikerült a megfelelő minőségben végrehajtani, illetve a munkások előtt álló feladatokat beszéljük meg, hogy mit, milyen mértékben, milyen minőségben lehet megoldani ezeket a műszaki feladatokat. Most még július végén járunk. Augusztus 20-a után azonban megkezdődnek a 2012-13-as tanév előkészületei. És hogy szeptember 1-én zavartalanul indulhasson a tanév, a belső felújítási munkálatoknak mindenképpen készen kell lenniük. Az eredeti terveknek megfelelően a belső munkálatokat a Nyakép Kft. Augusztus 24-éig végzi el, illetve a tervben az szerepelt, hogy a külső munkálatokat október végéig. Úgy veszük észre, hogy a Nyakép dolgozói nagyon korrektül minőségi munkát végeznek, illetve nagyon jó ütemben haladnak, és hát reményeink szerint lehet, hogy a külső munkálatokkal is végeznek a szeptember 1-jéig, és akkor a gyerekek már egy teljesen felújított, új, korszerű iskolában kezdhetik meg a tanulást. Ahhoz azonban, hogy minden a helyére kerüljön, még sok-sok munkára van szükség. Az utómunkálatokban, a takarításban és rendrakásban nagyban számítanak még az iskolai közösségre. A pedagógusok is segíteni fognak természetesen a bepakolásban, illetve a szülőket ismét megkérjük, hogy segítsenek, apukákat arra, hogy segítsék a bepakolási munkálatokat, esetleg édesanyákat pedig arra kérnék, hogy egy kis takarításban segítsenek, hogy minél zavartalanabbul, gördülékenyebben tudjuk szeptember 1-én megkezdeni a tanítást. A felújítás tehát jó ütemben halad, így várhatóan szeptember 1-én a felújított, tiszta és szép környezetben kezdődhet meg a tanév, mely talán a tanulás-tanítás hatékonyságát is pozitívan befolyásolja.
Régen volt már az, 1978. június első vasárnapján, amikor az első nánási népművészeti vásár a Nánási Vásártéren megrendezésre került a város központjában. A nemes hagyományt azóta is folytatja a művelődési központ, igaz, már jó ideje csak két évente szerveznek sokadalmat. Idén a helyszín is változott, a fürdő mellett hajdani vásárterek emlékét idéző füves részen ütöttek sátrat a vásározók, a főzőverseny résztvevői. Reggel 9 óra táján Szólát Tibor polgármester úr köszöntője nyitotta a 20. Nánási Vásártér programjait. A főzőverseny résztvevői már javában készítették elő a nyersanyagot, volt akinél már 10 óra körül félkész volt az étel. Sok csapat indult ezen a hangulatos versengésen, a húsos és hús nélküli pásztorételek kategóriájában, de többen drinkbe szálltak a Nánás legjobb házi pálinkája és Nánás legfinomabb házi süteménye címért. A zsűri mellett mi is bebekukkantottunk egy-két főzőhelyre, mit is készítenek a szorgos asszonyok, no meg férfik ezek. A házi pálinka természetes velejárója egy-egy ilyen alkalomnak, mint ahogy most is előkerült a kontyolávaló. A Martinek lovasudvar bográcsában már javában fűt az egyik versenyétek. Ez lucskos káposzta lesz, és Martineknél Varga Ágnes vagyok. Ez az édesanyámtól vettem, vagyis örököltem tehát ennek a főzését. Ez egy régi, nagyon jó kis füstölt miből is csülökből van, és savanyú káposztából. És a végén pedig picikét behabarjuk. Ez egy nagyon régi étel. És remélem, hogy finom is lesz. Feldaraboljuk a csülköt, félig megfőzzük, utána rátesszük a savanyú káposztát, a rist, és utána pedig behabarjuk egy kis, picike kis piros paprikás habarást teszünk rá. És végül is így van kész. Itt minden saját, mondjuk egyedül a rist nem termeljük, amúgy a káposzta, a saját magam készítem, mindig a csülköt a saját magam pácolom, füstölni azt viszont elvisszük, meg a saját hízomból csináljuk. Folytattuk a versenyzők mustráját, a következő csapat egy rutinos, sok díjat nyert formáció, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület volt. Vezetőjük Bagdini Eleges Katalin szorgos kezekkel éppen a csipetkét csipkette. Köcsökbabot készítünk, hát ez a magyarul babgulyás, csak ugye agyagedényben főzzük, szabad tűzön. Azon túl juhúsos kását főzünk, vadliba pörköltöt főzünk, öhönt készítünk, és hát süteményeink vannak még. Nagyon sok helyen részt vettünk gasztronómiai versenyeken, nagyon sok első díjunk van, 27 első helyezést értünk el az ország határokon kívül is, belül is. Mint a résztvevők nagy többsége, ők is minden alapanyagot házilag készítettek el. Csipetkét készítek a babba, a köcsök babba. Itt gyúrtuk a tésztát frissen, nem volt itt tészta, mindent házilag itt készítettünk. Mint majd a késő délutáni értékelésnél kiderült, a zsűri igazán tudta díjazni a valóban régi, hagyományos pásztorételeket, mint amilyet például a Hajdúbokréta hagyományőrző csoport is készített, az egyszerű, mezítlábas lebbencslevest. Pásztorok által elég sűrűn megfőzött hétköznapokon, mint ünnepnapokon sűrűn megfőzött lebbencsleves fog főni a kis csapatunknak. Teljesen a hagyományokat vettük elő, csak mangalica szalonnával és házi készítésű tésztát tettünk hozzá, és mellé meg még ugye nem mindig, tehát mindenkinek másodikra, vagy tésztára, és akkor dübben is lesz mellé majd. Fordítottunk egyet a szekér rúdján, azaz akarom mondani a kamera állásán, egy kicsit elhagytuk a főzőhelyszínt, és körbenéztünk a vásározók között. Kora délelőtre a vásárosok elfoglalták sátraikat, kirakották portékájukat. Igen nagy volt a választék hagyományos népi iparművészeti tárgyakból, mézes kalácsból, fajátékokból, cserepekből, ékszerekből, különféle fatárgyakból, késekből, bicskákból, bőrárukból. De kínáltak itt nemzeti termékeket, nemezből készült különféle tárgyakat, és persze most is elmaradhatatlan volt a szebbnél szebb női viseletek kínálata. Ebestről érkezett Benei Péter pipa készítő népi iparművész, aki nem először jár nálunk. A mester a családi hagyományt folytatja, de a pipák mellett sok minden megragadja a fantáziáját, s készülnek keresetlen faágakból, míves botok.
pipák mellett készítek pásztorbotokat, fokosokat is, tehát ami így a pásztor élethez tartozó dolgok. Pipák készítését én nagyapámtól láttam, aki Berettyóújfaluba élt, és még a két háború között is, sőt utána is készített pipákat. Én még kisgyerekkoromban láttam, hogy készülnek ezek a pipák, és ennek nyomán folytatom én ezt a mesterséget. Több díjat is nyertem ezekkel a pipákkal, különféle kiállításokon. És teljesen ugyanazzal a módszerrel, eszközökkel, kézi eszközökkel készíti, mint a nagypapa? Hát most nem azt mondom, hogy korszerű kisgépeket nem használok, de megvannak nagyapámnak bizonyos szerszámai, amelyeket a mai napig is használok. Tehát ugyanazzal az eszközzel készülnek bizonyos dolgok. A vásárok egyik közkedvelt csemegéje a kürtős kalács, ami gyakorlatilag Erdélyből származott el országszerte. Bai Zoltánné Hajdúhadházról már kicsit modernebb körülmények között készíti az ízletes kalácsot. Az igazság, hogy ez egy picit kényelmesebb, jobban lehet szabályozni. Ennek is megvan az előnye, hátránya, annak van hangulata, ezzel viszont tudjuk keleszteni a tésztát. Vastagabb lesz a tészta, puhább lesz a kürtős kalács. Régóta készítünk mi is kürtős kalácsot. Annyiban különbözik a másiktól, hogy mi készítünk csokisakat, és csokis kókuszos, csokis magyaros, a hagyományos vaníliás, fahéjas, diós, kakaós és kókuszos mellett. Szerencsére eddig még mindenkinek ízlett a kalács. A vásárokban a gyermekek azonnal leragadnak a játékos sátrak mellett, vagy éppen a körhinták környékén, mint például Cegle László faműves népi iparművész árulóhelye előtt és mellett. Erdőbényéről jöttem, ott is lakok, ott is dolgozok, ilyen faműves népi iparművész vagyok, és ezeket a játékokat én csinálom. Ezekben van olyan jellegű, amik ilyen régi hagyományos játékok, azokat szoktam gyártani, illetve kitalálok saját fejlesztési dolgokat, és folyamatosan újítani kell persze. A körhinta elmaradhatatlan kelléke volt az egykori kirakodó és vidám vásároknak. Cegle László nem csak fajátékokat kínál, hanem működtet egy igazi, kézzel hajtott fakörhintát is, igaz, csak kisgyermekek számára 30 kiló súlyhatárral. Tavasszal gyártottuk le ez az első darabot, és azóta próbáljuk üzemeltetni és bérbeadni, meg ilyen kisebb jellegű vásárokon hajtani. A körhinta hintás legénye Cincár György röviden summázza az eltelt néhány hónap tapasztalatait. Változó a siker, mert van, aki csak nézi, hogy jaj, de jó. Van olyan gyerek, aki beült, egy kör után azt mondta, hogy elég volt, de van, amikor egész nap tekerni kell. Volt olyan rendezvény is, ahol tényleg reggeltől estig, és jöttek, és mindenki örült neki. A különféle mesterségek között feltűnt egy ifjú hölgy is, Sipor Zita, aki helybeli kézműves, és egy ősi technikát alkalmaz tárgyai elkészítésében, a nemezelést. Ez egy olyan hagyomány, amit ugye nem nagyon ismernek az emberek, de igenis használnak. Ugye, hogy Nádudvaron tanultam a népi kismesterségek, szolgáltató mesterségek szakiskolájában, és igenis mi ezt őrizzük és tartjuk ezt a hagyományt, mint ugye a nemezelést, meg nagyon sok minden dolgot. És hát igen, ez nagyon szép, és természetes anyagokkal foglalkozunk, mint ugye én is a gyapjúval, ami nekem nagyon tetszett. Bőrművesként is kipróbáltam magamat, azt se fogom hagyni, majd abba is ugye majd láthatnak az itteni emberek, de most inkább a gyapjúval foglalkozok. Sokan csak táskákban és hasonló tárgyakban gondolkodunk a nemezt illetően, pedig például szép, különleges blúz is készíthető alkalmazásával. Mindenki azt hiszi, hogy úristen, milyen nehéz, de igenis nagyon egyszerű. Inkább a türelemjátékot mondanám. Ebbe a felsőbe csak egy sima, egy réteg gyapjú van. Egy sima ilyen anyagra ráteszek egy sima gyapjút, és ezt összenemezelem. Meg ugye vannak itt ugye kendők, kendők is vannak, ugye ez organzával van. Mindeközben a nagy rendezvény sátorban folyamatosan művészeti csoportok szórakoztatták a nagy érdeműt, akik egy-egy hűsítő pohár sör mellett hallgatták, nézték a nánási fiatalok produkcióit. Ezen a napon jól megfért egymás mellett a népzene és a másfajta zene, mozgáskultúra is.
Igen nagy sikerrel lépett színpadra a Gimnasztráda csoport, a Phoenix Fusion Tánciskola és a Nána Táncstúdió. Úgy 11 óra tájékában ismét elindultunk, hogy körbenézzünk, melyik csapat hogy is áll. Városunk önkormányzata Tóth Imre vezetésével akarom mondani szakácskodása mellett egy hortobágyi különlegességgel rajtolt. Tárkonyos szürke marha ragú. Ez egy igazi pásztorétel. A receptjét meg lehet tekinteni, ott van a könyv, amiből elkészítjük. Hortobágyik ismerősöm ajánlotta, ők ezt, amikor a németek Magyarországra érkeztek, mindig szívesen fogadták, illetve főzték. Nézelődés közben ismerős alak tűnt fel a Hajdúdorogi Polgári Összefogás sátra körül, Kis Attila országgyűlési képviselőnk. Szomszédolunk itt a dorogi barátoknál, egyébként Hajdú Böszörmény képviseletében vagyunk, de mivel dorognak is képviselő vagyok, örömmel jövök a dorogiakhoz is természetesen, amikor nánáson vagyok. És ebben a kis kondérban mi fő? Ebben pásztortarhonya. Úgy gondoltam, hogy ha pásztorételek főzőversenye van, akkor az ételnek annyira pásztorételnek kell lenni, hogy a nevében is legyen ott, ezért pásztortarhonyát főzünk. Csülökkel, illetve füstölt kolbásszal. Fóris Laci, a polgármester barátom, meg Ceglédi Jánossal, aki a Népjóléti Bizottság elnöke Böszörményben. És hogy készül ez a pásztortarhonya? Hát tulajdonképpen egy klasszikus pásztorétel, ez hússal, ugye két kategórián hús nélküli vagy hússal készült étel, amilyenk az húsétel. Elnézést, most meg kell kavarnom egy picit, és utána folytatjuk, jó? Ugye füstölt csülök. Várja. Füstölt csülök. Kezdtük. Ezt ugye a paprikás, hagymás zsírban, mangalica szalonnás erősítéssel kicsit megpörköljük, kész is van egyelőre, és amikor ez megvan, felöntjük vízzel, nyilván vigyázni, hogy meg ne égjen, felöntjük vízzel, amikor félfővésben van a hús, a csülök, akkor belekerül a tarhonya, illetve előtte még egy kis zöldséget, paradicsomot, paprikát teszünk bele. És a legvégén füstölt kolbász. Szómiszó, laktatós, férfi gyomornak való étel és kétségtelenül gusztusos, étvágygerjesztő látvány is. Ami fontos, mert a zsűri élén Szamosi Ferenc Venezdíjas mesterszakáccsal sok-sok szempontot vett figyelembe, amikor döntött a helyezésekről, külön díjakról. A zsűri jeles pásztorokból állt, akik a hortobágy üzenetét hozták magukkal, hagyományőrző viseletükkel, de ott találtuk a Hortobágy örökös pásztora címet kiérdemelt Máró Gábort, és szintén itt üdvözölhetük Rózsa Pétert is, a hortobágyi virágoskút, az ország legnagyobb biogazdaságának tulajdonosát is. A hús nélküli pásztorételekben nem volt annyi induló, inkább mindenki azért a húsos ételeket szereti, mert azért az egy kicsit nagyobb jólakottságot telít az emberekben, de a hús nélküli ételekben az igazi régi pásztorételeket vették elő, ugye? A slambucot, a mesztelen, a mezítelen leveseket, a lebbencslevest, ugye, elővették a paprikás krumplit tulajdonképpen, ami egy hús nélküli étel, és ezt mind igazán a hagyományoknak megfelelően készítették el, ami igazán nagyon jól sikerült, ez az eredménybe is megmutatkozik. Igazi csak 6 induló volt. A húsos ételeknél ott több induló volt, többféléve próbálkoztak, többféle húsételt feldolgoztak, halat is feldolgoztak többek között, ugye birkát, szép szürke marhát, sertéshúst feldolgoztak. Nagyon érdekes volt, hogy talán találtunk egy-két különleges köretet, ami talán már annyira nem, inkább a régi pásztorételekre volt jellemzők, ugye, a kölest feldolgozták, ugye, ami nagyon jó köret volt, sőt, voltak olyanok, akik Erdélyből jöttek, itt élnek Magyarországon, de sokat jártak Erdélybe, és ott sajátítottak el valami olyasmit, mert volt például, aki levest főzött, tehát egy ilyen egytál ételt főzött. Nagyon érdekesek voltak ezek az ételek, és el kell mondani, ugye én most már tavaly is itt voltam, és ahhoz képest ugye leves is volt, húsétel volt, egytál étel volt, tehát megpróbálják egy kicsit színes rétevű tenni ezeket a dolgokat, ami, hagyd mondjam azt, hát minden évben, megmondom őszintén, 29 induló volt összesen, tehát ebben, ha kiszámoljuk, ugye 6 induló volt a hús nélküliten, 23-an indultak a húsos ételeknél, ez volt a jellemző, és azért, mire ezek az ételek elkészültek, hát a nagy érdemű közönség is eljött erre, mert inkább nem főztek otthon, ma úgy gondolták, hogy itt nagyon finomat fognak enni, és nem tévedtek. Ebéd után nem sokkal ismét élet a vásártér, zajlottak a színpadon a különféle műsorok,
amikor mikrofon végre tudtuk kapni polgármester urat, és kíváncsiskodtunk, mi a véleménye az eddigiekről. Ugye ebédkor azt kell figyelni, hogy az emberek beszélnek-e, mert ha zsongás van, akkor nem jó az ebéd. Itt nem sok zsongás volt, most viszont újra elkezdett zsongani a tömeg, ez azt jelzi, hogy még mindig sokan vagyunk. És én bárkivel beszéltem, azt hiszem, hogy az megállapított, hogy mindenki jól érezte magát, vagy legalábbis a többnyire jól éreztek magukat az emberek. És azt hiszem, hogy nem kell többet várni. Itt azért voltak értékek, nagyon sokan megegyezték, hogy végre sikerült műanyagmentesíteni nagyjából ezt az alkalmat. Ez nem fontos dolog. Tényleg értékek voltak itt, ezek állási értékek is, és azok a pásztor hagyományok, amelyekre egyébként a város büszke lehet, az most egy picit középpontba került. És szerintem nem kell többet akarni ettől a mai naptól. Végül is a jó idő kitartott mellettünk, aránylag sokan kilátogattak. Én úgy láttam, hogy nagyon finom vízeket kóstoltak, és ha ez így tudjuk zárni a napot, akkor szerintem akkor elégedetten mehetünk haza. És nyilván még sok-sok minden más is történt. Itt az előbb beszéltünk arról, hogy nem hivatalosan itt volt a Nána településének a találkozója ma Hajdúránáson. Ez egy olyan előzménye, reméljük egy olyan együttműködésnek, ami a jövőben, ha nem is meghatározó, de mindenképpen egy színesítése lehet a hajdúránási közéletnek. Egy-egy ilyen köteten alkalom sok mindenre jó lehet, például a polgármester is sútba dobhatta a hivatali élet nyűgét, és ő is csak egy ember volt a sok közül. Szerintem ezek a pillanatok azok, amelyek, az előbb itt mondtam viccesen, hogy a polgármester is volt ember, ugye? Ez viccesen mondjuk, de egyébként ezek nagyon fontos pillanatok, amikor én ma nem vállaltam semmilyen olyan plusz feladatot, nem vállaltam zsűritagságot, nem vállaltam semmit. Na azt kértem, hogy ma itt hadd legyek egy picit házigazdája a rendezvénynek úgy, hogy szabadon kellhessek, járhassak az emberek között, mert egy sokszor ilyenkor vannak azok az őszinte pillanatok, amit nem lehet megélni a hivatalban, mert nem mernek oda jönni, nem mernek szólni. Ilyenkor oda jön és emberként mond el egy-egy olyan gondolatot, amit egyébként fontos meghallgatni, mert ezek őszinte pillanatok, és ezekre oda kell figyelni, és én ezekre igyekszem odafigyelni, és én nagyon remélem, hogy ezek majd vissza is vannak majd a város közéletébe tükröződni. Nos, annak igazolására, hogy mennyire nyüzsgő élet volt, főként a finom ebéd után, következzen most egy kis ízelítő. Szombaton este nem győztelek, várni, még egyszer várni, még egyszer várni, hey! A déli órákban a nagy érdeműt igazi csikós mutatvány lovas bemutató is szórakoztatta a Martinek lovasudvar jóvoltából. A délután folyamán került sor a Bocskai Korona a helyi pénz nyereményjátékának sorsolására is. Ebben a rádiós játék, az újságban és az információs pontokon leadott szelvények vettek részt, több értékes nyereménycsomag talált gazdára. Majd ezt követően sorsolták a fődíjat, ami nem volt más, mint egy teljes sorozat Bocskai Korona 38.500 forint értékben. Ennél a sorsolásnál viszont az volt a feltétel, hogy csak az nyerhette meg, aki jelen volt. Így bizony több kihúzott név is érvénytelen lett, míg nem éppen az egyik sorsúzó kisfiú, Szabó Józsi nevét emelték ki a nagy kosárból. Aztán elérkezett a főzőverseny eredményhirdetése is. A zsűri kiadta a legjobb pálinkának járó címet, amelyet Szalka János megy pálinkája érdemelt ki, mint ahogy a külön díjat is ő zsebelte be Kajszi pálinkájával. A megy pálinka, Szalka János, nem tudom ki az a Szalka János, de valamit tud, mert nem az idén főzte szerintem. Kiváló pálinka volt. Emléklap? Még egy emléklap? Még itt a várjon még valamit. Mi legyen bőtő. A kalapot tegy a fejére, legalább nem lesz ilyen csúr. Versenyt hirdettek Nánás legfinomabb házi süteménye címért, amelyet ezúttal Horváth Miklósné házi leveles aprósütője érdemelt ki, és külön díjas lett Kónya Imréné csőrögefánkja. A hústalan pásztorételek versenyében első díjat érdemelt ki a hajdunánási hagyományőrzők paraszt lakomája. És külön díjas lett Martinek Imréné pásztortarhonyája.
A húsos ételek kategóriájában szintén nánási győzelem született, első helyezett lett Ötvös Sándor birkapörköltje, és külön díjat kapott Martinek Imréné marhalábszár pörköltje. Az eredmény hirdetés után a nap záró programjaként a Téka együttes lépett színpadra. Lemenő félben volt már a nap, amikor Bíró Istvánt, a Nánás Prokultúra igazgatóját egy gyors mérleg készítésére kértük. Azt gondolom, hogy jó választásnak ígérkezett, vagy tulajdonképpen jó választás volt az, hogy idehoztuk ki erre a területre, ugyanis nem csak egy népművészeti vásárt szerettünk volna rendezni, hanem az ezzel kapcsolatos összes népi kultúra, néphagyomány és a pásztor élethez, a pásztorkodáshoz kapcsolódó dolgokat szerettük volna megjeleníteni. És ehhez nyilvánvaló, hogy egy ilyen környezet szükséges. Én úgy gondolom, hogy a jó időnek is köszönhetően azért nagyon-nagyon sokan vannak itt, vagy voltak kint. Itt a vége felé közeledve úgy látom, hogy mindenki mosolyogva és megelégedetten tér haza. Jó debütált a Bocskai Korona, sok-sok finom étel főtt meg, a fellépők jól teljesítettek, a zenekarok, akik itt voltak, azok nagyon jól muzsikáltak, és igazán jó szájízzel mentek el innen. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a vendégek, akik a fürdőből is átjöttek ide, mert nagyon-nagyon sokan voltak, amit láttunk, és a városlakók is, akik kilátogattak ide, egy igazán színes és gazdag napnak lehettek a szemtanúi, és mi szervezők, rendezők, bár egy kicsit itt a nap fényében elfáradva, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó hangulatban és jó szívvel fogunk nyugodva letérni. Forog még a körhinta, a gyerekek ugrálnak a szalmabálákon, nekik igazán felhőtlen volt ez a nap, és fontos, nagyon fontos, hogy már ilyen kicsi korban találkozzanak ezzel a kultúrával, mert így remélhető az, hogy bennük, ha nem is mindenkiben, felnőtt korukban folytatást követelő igényé válhatnak a gyermekkori emlékek. Vasárnap virradóra összefüggő felhőzet és folyamatos eső köszöntött a sportnap szervezőire. Igazából azonban a lelkes sportemberek számára nem volt kérdés, hogy akarnak-e ilyen időben is kedvenc sportáguknak hódolni. Így az időjárás viszontagságaira füttyet hányva két helyszínen indult el a versengés. A városi sportpálya műfüves futballpályáján felnőtt kispályás labdarúgó torna vette kezdetét reggel 9 órakor. Igazából gondolkodtunk reggel, mikor jöttünk, esett az eső, de mire kijeltem, már lényegében majdnem minden csapat itt volt, tehát innentől nem volt kérdés, és esőbe kezdtük el a focit, és mint látni, most nagyon szépen süt a nap, remélhetőleg így is marad. Az sárkányhajó versenyen is úgy tudom, hogy körülbelül 12 csapat indult közben, hiszen ezzel párhuzamosan zajlik, tehát mennek az események. Hát a délutánt azt még meghatározza az időjárás, sajnos eleve már a streetball bajnokság az elmarad. A tollas labda bajnokság is veszélyben van, hiszen nagyon fúj a szél, és itt nem lehet. Ezeket majd később szeretnénk pótolni. A futóverseny, illetve az amerikai foci bemutató az meg remélhetőleg az időjárás kegyes lesz hozzánk, és meg tudjuk tartani. És ez a szép sütéses idő, szerencsére a programok végéig megmaradt. Így zavartalanul folytak a mérkőzések a műfüves pályán. A tornára nevezni előzetesen lehetett. Néhány hete hirdettük meg a bajnokságot, az első 8 csapat jelentkezését fogadtuk el, olyan szerencsésen, hogy pontosan 8 csapat jelentkezett, úgyhogy mindenki tudott, aki szeretett volna játszani, jelentkezni erre a bajnokságra. 5 plusz 1 fős csapatokban 2x12 perces játékidőben mérkőztek a csapatok egymással. S bár a kupákért folyt a verseny, azért ez egy baráti labdarúgó tornának indult, és akként is zárult. Igazából majdnem mindenki hajdunánási csapat, egy debreceni csapat is csatlakozott hozzánk, 8 csapattal indultunk. Igazából ismerjük mi már egymást, hiszen évek óta játszunk különböző bajnokságokon egymás ellen. A 3 legjobb csapat mellett a gólkirályt, a legjobb mezőnyjátékost és a legjobb kapust értékelték kupával. A futballtornával egy időben indult a Tuskós Horgásztónál a 3. sárkányhajó verseny. A kajakosok szintén nem ijedtek meg az esőtől. Nem gondolkoztunk rajta, mert a mi elvünk az, hogy nincs rossz idő, csak rossz öltözék. És akkor hát mindenki megfelelő öltözékbe ezt az időt ezt el tudjuk viselni. Több kategóriában versenyezhettek a résztvevők.
A gyerek kategóriában a 14 év alattiak, a középiskolás kategóriában a 14 és 18 év közöttiek, és a felnőtt kategóriában a 18 év felettiek versenyezhettek. Egyszerre két 10 plusz 1 fős csapat versenyzett egymással a vizen. A program lebonyolítója a Tiszaújvárosi Kajakkenu és Sárkányhajó Egyesület volt, de 2011. decemberében a városban is megalakult a kajakkenu szakosztály, amely az eltelt fél év során igen szép eredményeket ért el. A téli felkészüléseket egy ilyen erőfelmérővel zártuk, ami Tiszaújvárosban volt. Ott hoztunk negyediket, ötödiket, hatodik helyet. Volt egy másik versenyünk, ami a Velencei tavon volt, ez az országos diákolimpia. Ott két lány aranyérmet szerzett párosba, aztán másik két lány pedig hetedik helyet, és egy kisfiú pedig egy negyedik volt egyes számban, úgyhogy nagyon. Én úgy gondolom, ez a fél év, mert nem volt teljes év, azért sikeresnek mondható. A szakosztály tagjai is kivették a részüket a napszervezéséből. A Tiszaújvárosi Sárkányhajó Egyesület vállalta itt a főszerepet magára, de mi így a gyerekekkel, amit lehet is látni ott a stégen, a gyerekek nem nagyon akarják kihagyni azt, hogy ne érjenek hozzá a hajóhoz. Állandóan kérdezik, hogy mit tudnak segíteni, hát kis apró dolgokban tudunk közreműködni. Igen nagy volt az érdeklődés a sárkányhajózás iránt, így a délutáni órákig folyt a verseny. Örülünk neki, hogy nemzetközivé bővült a résztvevőknek a köre, mert hogy itt két lengyel csapat is indult, akik itt talán itt nyaralnak. A lelkesedés pedig nem véletlen, hiszen eddig nem túl sok lehetőség nyílt az e fajta vízisportok kipróbálására itt Hajdunálláson. Alkalmasak a körülmények arra, hogy itt a vízisportág is népszerűvé váljon, és hát az a célunk, hogy ez itt gyökeret verjen, ez a eddig még itt ismeretlen sportág, de jó úton halad, mert hallom, hogy most már kajakkenu szakosztály is működik, és hogy már a diákolimpián eredményeket is értek el a hajdunálnási gyerekek. Tulajdonképpen én úgy érzem, hogy jó úton van itt a Hajdunálláson ennek a sportágnak a jövője. Az önkormányzat és az iskola részéről nagy támogatást érzek, és így remény van arra, hogy a mai sikerekhez, az olimpiai sikerekhez hasonló sikerek születhessenek itt majd a jövőben. Délután 17 órától került megrendezésre a futóverseny. A városi sportpálya területén kijelölt 1000 méter hosszúságú pályán, különböző korosztályban, különböző távokon versenyezhettek a résztvevők. A futóversenyre az óvodás korosztálytól kezdve a felnőtt női és férfi korosztályig több korcsoportban érkeztek nevezések. Csapatversenyben egy felnőtt csapat indult a kupáért. A futóversenyt követően egy különleges sportág bemutatóját láthatták és próbálhatták az érdeklődők. Az amerikai futball bemutatót miskolci egyetemisták tartották. A Miskolci Egyetem amerikai futball szakosztályának csapata egy szokásos edzést, majd egy rövid mérkőzés részletet mutatott be. Ezt követte a messzpróba, majd maguk a nézők is kipróbálhatták a sportágat. Végül pedig közös fotókat készíthettek a csapattagokkal. A sportnap iránt igen nagy volt az érdeklődés, és még a kedvezőtlen időjárás sem szegte kedvét a sportok szerelmeseinek. A legkisebbektől, az óvodásoktól, teljesen a nyugdíjasokig, itt a játékosok között is vannak idősebbek, a futóversenyre is felnőtt kategóriában tudom, hogy 50 felett is jelentkeztek, illetve természetesen óvodások is. A szervezők szándékai szerint minden korosztály találhatott magának kedvére valót, ha igazán mozogni akart. Hétfőn este a Nóta Klubok baráti találkozóján Nóta zengte be a város főterét. A Nóta kedvelők nagy örömére a főtér színpadán 9 csoport és 10 fellépő énekes közreműködésével nótázhattak. Az est főszervezője Rékasi Sándorné volt, kinek legfőbb célja a találkozó megszervezésével az volt, hogy bemutassa nótás barátait, és jó kedvel, barátságban tölthessenek el együtt és a közönséggel egy estét. Ez egy nótás találkozó, versenyről szó se lehet. Itt csak a barátságról szól, volt ez a gondolatom már körülbelül egy éve, hogy szeretném megvalósítani, hogy összehozom a barátaimat, akik ők szeretnek, engem, én szeretem őket. Mind a csoportok, mind az énekesek nem ismeretlenek egymás számára, hiszen ilyen és ehhez hasonló találkozókon, versenyeken énekeltek már egy színpadon. A csoportokkal én versenyeken találkoztam, ott ismerkedtünk meg, és úgy látszik a életre szóló barátság. Akik szóló énekesek,
interneten keresztül, vagy szintén találkoztunk valami nótás műsoron is, örök barátság, és kimerem jelenteni, hogy a holland kis barátnőmmel interneten ismerkedtünk meg, és azt mondta nekem, hogy boldogan repülök haza, érted? Az ország több helységéből érkeztek a fellépők, de hajdonállásiak is színpadra léptek. Debrecenből énekes, Kismarjából énekes, ők igen énekesek, mert szoktuk azt mondani, hogy amatőr énekes, de igen, ők már ott vannak, már a nagyok között. Akkor Gödről, Nyíregyházáról, hajdonállásról persze, hát elsősorban azért azt vettem figyelembe, hogy a nánásiak, akikkel együtt indultam. 2000-ben vagy 2002-ben mi négyen elkezdtünk énekelni, és hogy azokat hívtam vissza, meg akik az én Nóta klubomban benne voltak. Például Veres Sándor, Pap Mátyás, Bozsár Kati, és persze, hogy természetesen őket hívom vissza. Képzett énekesek, de amatőrök is énekeltek. Mindannyiukat összekötötte azonban a barátságon túl a nóta szeretet. Tulajdonképpen a csoportokkal, akik szólót énekeltek, amatőr énekesek, mondjuk azt, hogy én is az vagyok. Még azért nem mindenki mondhatja azt magának, hogy ő profi. A fellépőket a jól ismert ifja Berki László hattagú cigány zenekara kísérte. A zenekar az ifjú Berki László, száztagú cigány zenekar koncertmestere, Ezüst Kereszt érdemrenddel kitüntetett. Az est a hajdonállási Nóta Klub fellépésével indult, melynek vezetője, az est főszervezője Rékasi Sándorné. Voltak olyan hírek, hogy a hajdonállási Nóta Klub már nem énekel együtt. Ezzel az estével is szerették volna megmutatni, hogy nem oszlott fel a Nóta Klub. Most a nagy közönségnek elmondom, amit sokan híreztelnek, hogy nincs Nóta Klub. Igen, van. Mint ahogy megmutatkozunk most is. És szerintem a közönség, aki itt volt, láthatta, hogy mégis mit csinálok. 10 évet csinálom ezeket a nóta szervezéseket, a Nóta Klubot. A rendezvény a Nánási Vigasságok programsorozat keretein belül zajlott. Én szerveztem össze az egészet, nagyon sok munkába van benne, de örömmel és szeretettel csináltam, és szeretnék köszönetet mondani a műfáznak, hogy lehetőséget adott a Nánási Vigasságok keretében, hogy ezt a szép műsort mégis, ami elképzeltem, megvalósíthattam, és nagyon szépen köszönöm Orosz Attilának, a szponzornak, aki a vacsorát állta. A színpadot várakozó fürkésző szempárok töltötték meg a Művelődési Központ udvarát 2012. július 24-én este. A nézőket debreceni, egri és budapesti művészek szórakoztatták kabaré jelenetekkel és operettdalokkal. A jól ismert páros, Hacsek és Sajó, a 30-as évek óta több ezer embert megnevettetett már.
A poénok onnanánási közönség is jól szórakozott. Tegnap feljött hozzá egy porszívó ügynök, ott hagyott egy porszívót, hogy végezzek egy próbaszívást. Maga volt az. Kicsoda. Hát akit lecsuktak. De miért csuktak volna le? Hát a próbaszívás miatt. Jaj, Halcsek, hát én egy szőnyeget szíttam. Szőnyeget szít? Igen, szőnyeget. Leszívtam. Hogy leszívtam? Tüdőre. Hogy lehet egy szőnyeget tüdőre leszívni? Ezt kérdezem én is. Hogy jutott rá? Mire? Hát a szőnyegre. De hát az egy perzsa volt. Perzsát még nem szívtam. Egyiptom itt már igen. Ezért csukták le magát. Nem csak. Ide figyelj. Akiket lecsuktak, azok kábítószeres cigarettát szívtak. És azt nem szabad. Azt nem. Szőnyeget meg igen. Igazságtalanság. Hadsereg! Hát álljon meg. Van magának egyik ilyen végül. Na, van vagy nincs? Nincs, végül. Mert nem bírom elképzelni, hogy valaki egyedül ilyen legyen. Én megélek belőle, hogy semmi. Isten áldja meg, Halcsek. Na, jó, slussz. Mit szól hozzá? A magyar tenisz válogatott kikapott a Davis köpben. Ki az a Dávid? Mert Dávid Davis. És miért köp? Nem köp, cup. Ja, cup. Ez csak úgy írjuk, hogy cup. Cup, cupkod is, nem csak köp. Értse már meg, Hacsek, ez csak úgy írjuk, hogy cup. C-U-P. Cup. Csak ha kimondjuk, akkor köp. Ja, hát a simek is ilyen. Ha kimondol, mindjárt köp. Nedvesen beszél, úgyis meg a köpöltál. Jaj, az Isten áldja meg magát, Hacsek, értse már meg. A Davis köp nemzetközi teniszverseny, ahol mi, magyarok, kikaptunk, érti már? Akkor most mit gondolkodik? Hogy én többet magát nem hívom meg hozzánk vacsorázni, az biztos. Miért? Félek, hogy vacsora után elszívja az ebédlő szőnyegemet. Na jó, szusz, hagyjuk. A kikapcsolódásra, felhűtlen nevetésre mindig van igényük az embereknek. Ahány közönség, annyiféle előadás, hiszen soha nincs két egyforma fellépés. Nánáson van egy nagyon-nagyon jó színház, a Naná Színház. Volt szerencsém két produkciójukat is látni. Látszik, hogy Nánáson színházért és színház szerető közönség van. Itt nagyon jók a tapasztalataink. Máshol nem tudom, hogy igazából mennyire fontos ez, de úgy gondolom, hogy vidéken nagyon szeretik. Tehát kisebb városokban, kis falvakban, településeken szintén nagyon szeretik a kabarét. Budapesten, nagyobb városokban, Debrecenben, hát ezek a lila dolgok jobban mennek, vagy inkább azt szereti a szakma, a közönség sosem. A legények kúrjongatnak, szinte rej belé az ablak. Korcsváros nép. Aranyvirág, ide a legjobbik borát. Vén legyen, mint a nagyapám, s tüzes, mint ifjú babám. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjanak olyan nagyon. Azt üzeni az uraság, mert lefeküdt. Aludni vár. Az ördög bújjék az uradba. Te pedig menj a pokolba. Húzz rá cigány csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. A lelkes közönség biztosan nem érezte, de egy-két jelenet szinte próbák nélkül került bemutatásra. Az igazság, hogy régi jó barátok vagyunk mindannyian, és nagyobb rész Debrecenből, és az egyik barátom, aki valamikor debreceni volt, az már 26-27 éve Egerben játszik, de nekem 30 éves jó barátom, a gyermekemnek az egyik gyermekemnek a keresztapja, tulajdonképpen a legjobb barátom, és ővel sokat dolgoztunk együtt, és behívtam őt ebbe a műsorba, és így. A művészek nem csupán kollégák, de barátok is. Így állhatott össze a kis társulat. Annyira össze vagyunk szokva, hogy ő tudja az ő szövegét, én tudom az én szövegemet. Nyilvánvalóan egyszer, amikor ide megérkezett, akkor összepróbáltuk, és hát mivel ez az idegeknek a játéka, és az idegek egymás közötti viszonyulása mindig a színpad, meg a közönség, hogy mondjam, csak reakcióinak az érzete, ezért nagyon élvezzük, hogyha együtt játszunk, és nagyon figyelünk a másikra, és akkor úgy össze is jön.
A kabaré tréfák között operett részletek oldották a cseppet sem érzékelhető jelen nem lévő feszültséget. A jól ismert dallamokat együtt énekelt a közönség Stefanik Mártával és Böjte Sándorral. Az 1640-es évekből diákok tollából ránk maradt két opsitos katona történetéből születhetett meg a későbbi Hári János. Mekkora ott egy túrógombolc, a túrógombolc ott volt egy egész. Hát, de az akkor nem így, mint egy megymag. Megymag? Olyan kicsike, mint egy megymag. Igen? Mekkora megymag? Hú, ez akkor, mint itt nálunk egy aján, egy olyan. Tarhonya. Tarhonya? Akkor, mint itt egy tarhonya. És akkor mekkora egy tarhonya ott? Hí, ez... Hát, de lássad te, hát nincsen ottan tarhonya. Hé, tár! Hát hogy tudsz valamit olyasmihez hasonlítani, nincsen? Hát ami nincsen, annak tulajdonsága sincsen. Hát de lesz is, ha most még nincsen is, hát értette azt. Hé, tár! Benned telik az mi, amit mondanak az olaszok? Mit mondanak azok? Azt, hogy nihil néti nocturnum presidium caraci. Mi csináltam? Messziről jött ember? Sokat tud hazudni, barátom. Én is ám tudok ilyen cifrákat. Azt mondja, hogy kakabusz hollam ridet. Hát, ez még mi a fészkes fölel? Bagoly mondja velémnek, hogy vagy fény. Huszka Jenő dalai után további ismert dallamok csendültek fel. Szép város Kolozsvár, én ott laktam a Szavosvár. Fellépő művészeket Petőfiék vándorszínészeknek nevezték. Dániel Fizsolt, Kelemen Csaba, Garai Nagy Tamás, Stefanik Márta és Böjte Sándor is vándorol. Járják az országot, hogy egy-két órára segítsenek az előadásra ellátogatóknak kikapcsolódni és felhőtlenül nevetni, szórakozni. Ebben lehetett részük mindazoknak, akik megtekintették a Nem gyerekjáték című előadást. Idén már negyedszer nyitotta meg kapuit a Hargita megye tanácsa és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ által szervezett múlt, jelen, jövő, honismereti közösségfejlesztő tábor. Július 4-e és 11-e között egy héten keresztül a résztvevő székelyföldi, Besztelce környéki és hajdúsági gyerekek együtt ismerkedtek Székelyföld nevezetességeivel és olyan programokon vettek részt, amelyek az együvé tartozás érzését hivatottak erősíteni. A tábor vezetői arra törekedtek, hogy a közös múlt, a szétszakított jelen minden téren egy közös jövőt vetítsen. A tábor a Hargita megyei önkormányzat Szorványvidéket segíteni hivatott programja keretében szerveződött, amelyhez csatlakoztak a Hajdú-Bihar megyei önkormányzatok is. A hajdunánási Bocska iskola diákja is ehhez a programhoz kapcsolódtak az idei évben. Az egy hét során, melyet Gyergyószenthegyen töltöttek, nem csak az ottani közösség és kulturális élet értékeit fedezhették fel, hanem a környék természeti kincseivel is rejtett értékeivel is megismerkedtek.
A diákoknak és kísérőiknek volt lehetőségük megnézni a Lázár kastélyt, Szármányhegyi kápolnát és a Ferences kolostort is. Emellett az alsó sófalvi sóbányában is túráztak, illetve Szejkefődön tettek múzeumi látogatást. Az egyhetes tábor programjai között szerepelt még a csíkszeredai Mikóvár meglátogatása, vagy a gyilkostető, gyilkostó és a békásszoros megtekintése is. A tábor végeztével tábortűz mellett búcsúztak a résztvevő gyerekek és kísérőik. Nem kellett sokat várni a viszontlátásra sem, hiszen a hajonállási gyerekek rá egy héttel, július 18-a és 21-e között a gyulafehérvári vendéglátó gyerekeket és kísérőiket, kiegészülve egy hargitai csoporttal, vendégül látták városunkban. A hosszú utat követően a vendéglátó gyerekek és a tábor szervezői a Bocskai Iskola Óvoda utcai intézményegységében köszöntötték elsőként az Erdélyből érkezett csoportokat. Az első nap folyamán az Okkalmásokkal Ifjúsági Egyesület is kedveskedett a vendégeknek. Az ifiház udvarán vacsorával várták őket, illetve a vacsorát követően a nyári zenés esték egyik koncertjére is ellátogattak a gyerekek. A nap zárásaként Buckó József muzeológus tartott egy különleges esti városnézést az erdélyi csoportok számára. Ebben az évben, amikor én ezt a feladatot megkaptam, számomra itt még volt egy plusz szándék vagy cél, persze a kényszer is rávitt a történetre. Én arra gondoltam, hogy egész más az, amikor a gyerekek megérkeznek, és mondjuk egy helyszínen ugyanaz a kis közösség ott marad reggeltől, reggeli, ebéd, vacsora, csak a programokra mennek el. Arra gondoltam, hogy megszólítok családokat, és megkérdezem, hogy mi lenne, ha szállásadóvá válnának. Ugyanis, ha a gyermek, ez a nagy közösség, mert 24-en érkeztek, családokhoz kerül ki, hazafele menet bizony, meg tudják beszélni, hogy ahány ház, annyi szokás, és hogy mit tapasztaltak. A programjaink közösek voltak, de az estéket mindenki családoknál töltötte. És ezúton is köszönöm azoknak a családoknak, akik engedték, hogy a hétköznapjaikba be tudjanak költözni a gyerekek, és tényleg anyaként és apaként figyeltek oda rájuk. A hét további folytatásában is tartalmas programokról gondoskodtak a szervezők. Központi program természetesen a strand volt, mert tervezhetünk mi, de mindig az a fontos, hogy ők mit szeretnének. Nyilván ők meg azt szeretnék, ami nekik nincs, és a melegvízű strand, ez tavaly is nagy siker volt. Itt több napot töltöttek, és nagyon-nagyon szerették, és különleges programnak tartották, a Nyíregyházi Vadasparkban töltött egész napot. Valamint különlegesség volt még a sárkányhajózás, hiszen biztonsággal ki tudtak próbálni egy olyan sportot, még olyan gyerekek is, akik sohasem ültek, sem kenuba, sem mifajta vízi járművön. Az erdélyi gyerekeket kísérő tanárok is nagyon várták a hajdonállási tábort, hiszen az itt töltött majdnem egy hét során a város és a környék értékeivel ismerkedtek meg. Azért jöttünk ide, hogy egy nagyon szép élményben részesüljünk, ami meg is volt. Ez a nagyon szép fürdő, meg a nyíregyházi állatkert, ahol egy egész napot eltöltöttünk, és szerintem, hogyha jövőre is lenne alkalmunk eljönni, még egyszer ezt megnéznénk, azért mert ez az 5 óra, amit ott töltöttünk, elég kevésnek tűnt. A várost megnéztük, de így csak külsőleg, tehát nem voltunk bizonyos helyeken, amit tudom, hogy nagyon szépek, de DVD-n sikerült őket megnézni. Talán nem fért bele ez a programba. Természetesen nem csak a kísérő pedagógusoknak tetszett az egyhetes tábor. A vendégül látott gyerekek is meséltek élményeikről. Eléggé megismertünk, mert még járkáltunk a városban is a programon kívül, és szép városra is kellemes járkálni benne. A legfőbb program a strandolás volt, majdnem minden nap strandoltunk, és azon kívül voltunk a Vadasparkban. Nagyon szép volt, az emberek is kedvesek itt, nagyon tetszett. Egy hét alatt sikerült megismerni, és nagyon szép, kellemes, nyugodt város. Az Erdélyben és Hajdonáráson eltöltött egy-egy hetet a gyerekek és a vendéglátó családok, illetve a szervezők is sikeresnek értékelték. Az benne a szép, hogy nem voltak elvárásaim nekem sem, és amikor én a gyerekekkel találkozom, meg szoktam kérdezni, hogy milyen elvárással érkeznek, és nagyon egymáshoz csengtünk, mert a többségének szintén nem volt elvárása. Így, tehát bármi érkezett be, az mind nagyon gazdagított bennünket. Én úgy gondolom, hogy a legszebb válasz az, hogy nem akartak hazamenni a gyerekek, és könnyes szemmel vettünk egymástól búcsút, és a barátság jegyében nagyon szép baráti kapcsolatok jöttek létre,
minden szinten, felnőttek és gyerekek és gyerekek között, ami ebben a legszebb dolog, hogy elindult az, hogy családok fognak találkozni családokkal. Már tudom, hogy már ezen a nyáron is fognak kimenni hajdunánási családok Erdélybe, és onnan is fognak még ezen a nyáron visszaérkezni. A hajdunánási tábor végeztével fájó búcsút vettek az erdélyi gyerekek és kísérő tanáraik, de mindenképpen megfogadták, hogy az idei nyáron szervezett közös két hétnek mindenképpen lesz folytatása jövő nyáron is.